Sokaknak ez a magány húsvétja, amelyet gyász és számos nehézség között élnek meg. Testi fájdalommal épp úgy, mint anyagi gondokkal. Ez nem a közöny ideje, mivel az egész világ szenved, és egységre kell találnia a pandémiával szemben. Ez nem az egoizmus ideje, mivel ez a kihívás nem tesz különbséget. Ez nem is a megosztottság ideje. Közöny, egoizmus, megosztottság, feledés, ezeket a szavakat nem akarjuk most hallani. Örökre számozzuk őket. Szép húsvétot kívánok mindenkinek! Az imént Ferenc pápa húsvét vasárnapi szentbeszédéből idéztem, amelyet az üres szentőtel kezdték el. Különös húsvét ez, amikor a világ minden pontján csukott ajtók mögött zajlanak az ünnepi szertartások. Ezen a szokatlan húsvéton egy rendkívüli könyvet szeretnék bemutatni. Király Levente, a Ferenc pápa megmondja című kötet szerkesztője, a katolikus egyházfő beszédeiből és írásaiból gyűjtötte össze a legfontosabb gondolatokat. Nem csak katolikusoknak, sőt, nem csak hívőknek. A kötet bemutatására egy különleges vendéget kértem fel, Beer Miklóst, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspökét. Köszöntöm főtisztelendő urat, remélem megjelenik itt mellettem. Jó napot kívánok, és elnézést kérek a technikai bakikért, sikerült megkérdeni. Főtisztelendő, köszönöm még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat. Ez egy nagyon rendhagyó ünnep. Ez a legkülönösebb Urbi et Orbi áldás volt, amit én életemben láttam, de talán azt lehet mondani, hogy más sem emlékezhet ilyenre. Előfordult már, hogy önnek csukott templomban kellett miséznie? Nem emlékszem rá, pedig már elég öreg ember vagyok. Ez egy egészen új helyzet, amire egyikünk se számított, egyikünk se készült erre. Belecsöppentünk ebbe a helyzetbe, és most talán ebből a helyzetből próbáljuk újra értelmezni a világnak a helyzetét, a saját életünket, és hát az egyházunknak a küldetését, helyzetét. Úgy tudom, hogy ön is önként vállalt karanténban van, elvágva tulajdonképpen a fizikai kapcsolatot a híveivel, de gondolom, hogy online azért tartja a kapcsolatokat. Ez a social distance, amit most mondanak, ez semmiképpen nem a kapcsolatoknak a távolságára, hanem a fizikai kapcsolatokra utal, gondolom, ön is így van ezzel. Igen, sokszor elővesszük ezt a kérdést így beszélgetés közben, telefonos beszélgetés közben, hogy mit csináltunk volna mondjuk 25 évvel ezelőtt, ha akkor jön ez a járvány. Akkor még mobiltelefonunk se volt, nem hogy Skype-unk vagy Facebook-unk, és most éppen ez az adottság segít ebben, hogy ezt a bezártságot, ezt a magányt mi tulajdonképpen feloldjuk, és a digitális hálón keresztül kapcsolatba legyünk egymással. Hát ugyanígy óriási dolog volt, hogy a Ferenc pápának a húsvéti megnyilatkozásait is láthattuk. Ezt az előidézett csodálatos imáját. Tehát azért azt hiszem, hogy másfajta kapcsolatunk van, és ezt próbáljuk most értékelni. Mielőtt a pápa személyére, meg erre a könyvre kitérnék, azért öntől szeretnék még kérdezni valamit. Azt gondolom, sokan tudják, a minket most nézők is, hogy ön nem olyan nagyon régen, amikor betöltötte a 75. születésnapját, akkor nyugdíjazását kérte, de azt talán nem, hogy ettől még ön aktívan dolgozik, és például a papi munkát is végez Zebegényben, abban a gyönyörű templomban, amit hogyha turistaként oda mentek, bizonyára sokan láttak, és hogy létrehozott egy alapítványt is, ez a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, ha jól tudom, a pápa iránti tiszteletből is vette föl ezt a nevet. És hát Assisi Szent Ferenc iránti tiszteletből, szabad így mondani, hogy a pápával együtt mind a ketten, és hát sokan mások is nagy tisztelői vagyunk Szent Ferencnek, de kétségtelen, hogy a pápa buzdítása nyomán tettem ezt az elhatározást, hogy amíg még a Jóisten ad erőt, valamit próbáljak a barátaimmal, munkatársaimmal tenni
az itthoni szegényekért, és hát ezek elsősorban a cigány testvéreket jelentik, akik hát most a járvány után még nehezebb helyzetbe fognak kerülni. Tehát próbálok valamit közvetíteni feléjük a Jóisten gondoskodó szeretetéből. Hát attól félek, hogy bőven lesz munkájuk, hogyha a járvány el is múlik, mert a gazdasági nehézségek nyilván a legszegényebbeket fogják a leginkább sújtani. És ez kicsit már a könyv témájához is kapcsolódunk, vagy hát a pápa személyéhez és az intelmeihez, hiszen ő is nagyon sokszor elmondta ezt az elmúlt néhány hétben, hogy a leginkább elesettekre kellene most a legjobban figyelnünk. Hát igen, a pápának kezdettől fogva egy nagyszerű felhívása, vagy talán mondhatnánk így programja. Ugye most 7 éve vezeti a katolikus egyházunkat, de szinte kezdettől fogva mondta, hogy a jövő egyháza az legyen a szegények egyháza, a szegények szegény egyháza. Vagyis a szolidaritás, a önzetlen segítés vonalán megnyilatkozó egyház. Hát én azt hiszem, hogy akkor még nem gondolhattunk erre, hogy ez a járvány, ez a világméretű járvány ennyire aktuálissá teszi ezt a felhívást. Érdekes, hogy amióta Ferenc pápát megválasztották, azóta érik a személyét pont emiatt kritikák. Minden pápa tevékenységét nyilvánvalóan érték kritikák, de én amennyire megfigyeltem, ez mindig elsősorban a világiak vagy a nem katolikusok köréből érkezett. Ferenc pápa személyénél pedig azt figyelhetjük meg, hogy hát legalábbis a magukat politikai keresztényként definiáló körében megosztó az ő személyisége. Mai beszélgetésünk előzeteséhez is odaírta valaki, hogy a pápa és ön személyesen bevándorlókat kívánnak Európába hozni, és másféle butaságokat. Ez egy kettős jelenség. Mi az oka ön szerint a pápa személyével kapcsolatos belső ellenérzéseknek, és mi az oka, hogy nagyon sokan pedig azok közül is odafigyelnek a pápa szavára, akik egyébként nem az egyház tagjai, vagy akár nem is vallásosak? Most a húsvét előtti időben sokszor idéztük Jézusnak a szavait, és felidéztük Jézusnak a megnyilatkozásait a Szentírásból, aki a korabeli egyházi vezetőkkel kerül szembe, kerül konfliktusba. És azt hiszem, hogy ez ma újra megismétlődik Ferenc pápa személyével kapcsolatban is. Nagyon sokan vannak az egyházunkon belül, akik ragaszkodnak a törvény betűjéhez, a szokásokhoz, a megszokott életmódunkhoz, életkeretünkhöz. És hát azt hiszem, hogy most ez a járvány még inkább rádöbbent bennünket arra, hogy hát nem ragaszkodhatunk a megszokott életünkhöz. Ezt ugye sokszor halljuk most már, hogy nem élhetünk a járvány után úgy, mint eddig. Olyan magabiztosan, olyan öntelten és olyan nagyképűen. Szembesültünk most a járvány során arra, hogy azzal, hogy hát nagyobb erők irányítják a történelmet és az életet, mint a mi emberi okosságunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez az, amit nehezen bocsájtanak meg Ferenc pápának, hogy ő szembesít bennünket, kezdettől fogva ezzel a kényelmünkkel, ezzel a, hát óvatosan mondom, megalkuvásunkkal, sokan nem értik az egyházon belül. Ugyanakkor azok, akik az egyházon kívülről, más felekezetből vagy más gondolkodású emberek, azok értik Ferenc pápának ezeket a szavait, hiszen ez annyira hétköznapi élményünk, hogy találkozunk az emberi elesettséggel. Ez akár lehet a betegség, most a járvány idején, a gyász, na de hát a szegénység, amit sokszor szoktam mondani, meg hát ő is a körleveleiben ezt annyiszor idézi, hogy hát a világon naponta éhen hal 25-30 ezer ember.
sokkal több, mint most a járvány idején összesen, akikről tudunk. Naponta halnak éhen ennyien. Tehát a szegénység az egy óriási jajkiáltása a mi mai világunknak, a mai társadalmunknak. Tehát tényleg Assisi Szent Ferenc lelkületével, de hát még inkább Jézusnak a lelkületével Ferenc pápa ezt a gondolatot képviseli. Hát jó lenne, ha ezt elfogadnánk, elhinnénk és meghallanánk. Sokat beszél arról a pápa is, meg általában az egyház képviselői, hogy Európában fogy a hívők tábora, paphiány van. Egy ilyen helyzetben, amikor a lelki segítségre különösen nagy szüksége van mindenkinek, képes-e, tud-e az egyház tenni az elfordulás ellen, hogyha odafigyel a pápa szavára? Nagyon érdekes, hogy visszagondolok a 7 évvel ezelőtti első megnyilatkozásaira, és talán az első hetekben, de mindenképpen egészen a szolgálata elején mondta ezt a frappáns képszerű gondolatot, hogy nem halljátok, hogy Jézus kopogtat az ajtón, de belülről. Nyissátok már ki a templom ajtaját, jöjjetek már ki, menjetek az emberek közé. Vegyétek észre a napi problémáikat. És hát most egy kicsit érdekes módon most rá vagyunk kényszerülve, hogy a templomon kívül keressük a kapcsolatot az emberekkel, és talán egy kicsit érzékenyebb szemmel, füllel halljuk meg az emberiség jajkiáltását. Ezeket tulajdonképpen a tegnapi szentbeszédében is ezt a témát bőven taglalta Ferenc pápa is az Urbi et Orbi áldás előtti beszédben. Ez a kötet, amit ma bemutatunk, egy kicsit később jelent volna meg, valószínűleg ez a beszéd is bekerül, mert ez talán mint a összefoglalója lenne mindannak, ami ebben a kötetben van, egy elég következetes programbeszéd. Néhány mondatot felolvasok ebből, és aztán utána rátérünk a könyvre, mert tulajdonképpen ugyanazt mondja, amit az előbb ön mondott. Például, ez nem a közönösség ideje, mert az egész világ szenved, és egységesnek kell mutatkozni a járvánnyal vívott harcban. A feltámadott Jézus adja a reménységet minden szegénynek, aki a perifériákon él, a menekülteknek és a hajléktalanoknak. Ne maradjanak magukra ezek a leggyöngébb testvéreink, akik a világ minden részén benépesítik a városokat és a perifériákat. Ne engedjük, hogy nélkülözniük kelljen az elsődleges fontosságú javakat, amelyeket sokkal nehezebb felelni most, mint amikor számos tevékenység szünetel, gyógyszereket, egészségügyi ellátás lehetőségeit. Tehát túl azon, hogy általánosan elmondja mindazt, amiről eddig beszéltünk, nagyon is konkrét intézkedéseket sürget, és nekem még azt tűnt fel, hogy most, amikor egy kicsit a bezárkózásnak a jeleit látjuk a világban, amikor újra a határok zárulnak be, akkor közös, világszintű, hogy ne mondjam, globális megoldásokat sürget a Szent Atya. Mit gondol, hogy most ez egy alkalom, hogy jobban odafigyeljünk a szavára? Talán azok, akik eddig kétkedéssel fogadták, azok most másként fognak odafigyelni rá? Nagyon remélem. Szeretném remélni, hiszen annyira egyértelmű ez a helyzet, amiben ma belekerültünk, ez a pandémia, ez a világjárvány. Az egész világot érinti. Tehát a globalizációt mi általában negatív értelemben szoktuk használni, de a globalizációnak van egy pozitív értelme is. Hogy rádöbbent bennünket arra ez a helyzet, hogy összetartozunk. Senki nem vonhatja ki magát a közös ügyeinkből. És hát az azt hiszem, hogy a pápa eddigi megnyilatkozásaiból is ez egyértelmű. Tehát nincs semmi szokatlan vagy új a mostani húsvéti beszédében, ami ne hangzott volna el most már az elmúlt évek alatt. A felelősség, tehát ezt annyiszor mondja, hogy a közömbösség, a szívtelenség, az, ami sajnos jellemzi ezt a mi piacgazdaságra épülő világunkat.
ezt a telhetetlen világunkat. És hát azt hiszem, hogy ez az a prófétai szó, amit most már ő évek óta mond, de talán most egy kicsit el is hisszük neki, hogy igazat mond. Annál is inkább így van ez a globalizmussal, mert hiszen a világ legrégebb óta folyamatosan működő globális intézménye, az mégiscsak nem más, mint a katolikus egyház. Tegnap a pápa beszélt egy másik, nem is ennyire globális intézményről, az Európai Unióról, és azt mondta, hogy nem csak a kontinens, hanem az egész világ jövője függ attól, hogy az Európai Unió nem esetleg valamit tanul ebből az egész helyzetből. Azt mondja, hogy nem ulasszuk el ezt a lehetőséget felhasználni arra, hogy a szolidaritás újabb jeleit adjuk, akár még innovatív megoldásokat is alkalmazva. Tehát, mint hogyha Európát külön is kiemelné, és valahogy ennek a szolidáris világnak az élére kívánna valahogy állítani, ami mert egy dél-amerikai pápától különösen szép és aktuális gondolat. Én is örültem, hogy ebben a tegnapi beszédében Európát is megemlítette, hiszen az egyik vád, amit ellene annyiszor fölhoztak, hogy mit akar ez a dél-amerikai ember itt Európában, hát nem érti Európát. És most azt hiszem, hogy jó lenne ezt módosítani, ezt a vádat, hiszen ő nem csak, hogy Európát érti, hanem az egész világ problémáit érti. De kétségtelen, hogy a második világháborúra visszautalva azt mondta tegnap, hogy jó lenne tanulni ebből, hogy a második világháború nyomorúsága után képes volt Európa arra, Európa vezetői, akkori vezetői, hogy félretették az érdekellentéteket, a gyűlölködést, és tényleg a háború után egy fél évszázados béke köszöntött Európára. Na most én azt hiszem, hogy ahogy szoktuk ezt mondani, ma is világháború van a járvány idején. A különbség csak az, hogy egy láthatatlan ellenséggel vagyunk szembeállítva, és ez az egész világot támadja, ez a láthatatlan ellenség. Ha valamikor, hát most esélyünk lenne arra, hogy itt Európában is összekapaszkodjunk, de hát az egész világ minden népével. Tehát ezek most olyan súlyos igazságok, és annyira félreérthetetlen szavak, amit nagyon jó lenne meghallani. Ebben a kötetben, amiről ma beszélgetünk, ugye természetszerűleg a pápának még hát legalább fél évvel korábban született beszédei és írásai szerepelnek, de olyan, mintha a mai járványos világról is beszélne. Hoztam 5 ilyen idézetet, amit kiválasztottam, és ezekről szeretnék beszélni. Megpróbáltam úgy válogatni, hogy minden területet érintsen, hiszen tényleg szinte nincs olyan fontos közéleti vagy globális kérdés, világnézeti probléma, aminek kapcsán Ferenc pápa ne szólalt volna meg. Az első az az előző témánkhoz kapcsolódik, a globális problémákhoz. Megkérem a kollégámat, igen, hogy ezt a részletet tegye ki, föl is olvasom. A mértéktartást és az alázatot a múlt században nem értékelték kedvezően az emberek. De amikor széles körben legyengül valamely erény gyakorlása az egyéni és a társadalmi életben, az végül többféle, például környezeti egyensúlyvesztéshez is vezet. Ezért már nem elég az, hogy csak az ökoszisztémák épségéről beszéljünk. Mernünk kell beszélni az emberi élet épségéről, valamint az összes nagyérték ösztönzésének és összekapcsolásának szükségességéről is. Az alázat eltűnése a minden korlátozás nélküli uralkodás lehetőségétől, mértéktelenül fellelkesedett emberi lényből csak a társadalmi és a környezet károsítását eredményezheti. Főtisztelendő úr szerint mi lehet az egyház szerepe a felsorolt globális problémáknak a mérséklésében? Ferenc pápának ez szívügye, a föld iránti tisztelet és felelősség. Már 5 éve, hogy megjelent a Szent Ferenc imájából idézett körlevele, a áldott légy, Uram,
Laudato si. És ebben tényleg nagy felkészültséggel, és hát minden kritikus elismeri, hogy teljes tájékozottsággal, naprakész tájékozottsággal beszél a megsebzett bolygónkról. De ebben az előbbi idézetben benne van az, hogy nem önmagáért sajnáljuk a Földet, hogy pusztulnak a fajok, vagy romlik a levegő, vagy bármelyik, hanem az az ember vonatkozásában kell, hogy érintsen bennünket, és fájjon. A napokban is idéztem egy interjúban Ferenc pápa azt a spanyol közmondást, hogy Isten mindig megbocsájt, mi emberek is néha megbocsájtunk, de az anyaföld nem tud megbocsájtani, ha ellene vétettünk. És hát tényleg ez most már nem lehet kérdés senki számára, és mindig zavar, amikor okoskodó emberek azt mondják, hogy hát nem is olyan nagy probléma ez a klímaválság, régen is voltak szélsőségek. Hát ezt nem lehet mondani, és ezzel nem mentse föl senki magát, hiszen a pápa éppen ezt mondja, hogy mindnyájan felelősek vagyunk ezért a csodálatos anyaföldért, amit a Teremtő Isten ideadott nekünk, ránk bízott, ahogy olvassuk a Mózes könyvében, na de mindnyájunknak adta. És ez az, ami a körleveléből is, ugye ebből a teremtésvédelmi körleveléből is, meg a többi megnyilatkozásaiból is mindig kiderül, hogy hát a szolidaritás, a másikkal való sorsközösségvállalás, az sürget bennünket, hogy legyünk már egy kicsit szerényebbek, ahogy ugye mondja, alázatosabbak, mértéktartóbbak. Azt hiszem, hogy ez a járvány, de teljesen egybecseng az ő mondani valója ezzel a mai helyzetünkkel. Tehát ez rá döbbent bennünket ez a járvány, hogy büntetlenül nem lehet tönkretenni ezt a gyönyörű bolygónkat a telhetetlen ipari termeléssel, széndioxid kibocsátással, hát és ismerjük ezeket a többi problémákat. Tehát ez a felhívása mindnyájunkat érint. És amikor ebben a körlevelében ezt a kifejezést használja, hogy ökológiai megtérésre hív mindenkit, akkor ez vallástól, népfajtól, bármilyen különbségtől függetlenül, ez mindenkire vonatkozik. És most a járvány után, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy hogyan tovább, nagyon jó lenne, ha ezt mindnyájan magunk lelkében és a környezetünkben, környezetünk vonatkozásában elhatároznánk, hogy igen, meg akarunk térni. Vissza akarunk térni a teremtett világgal való harmóniához, és ez mindnyájunk érdeke, és ehhez kötődik a mi emberségünknek a szintje. Olyan a napjainkban az egyik legsúlyosabb problémák közé tartozó jelenségekről is elmondja a gondolatait Ferenc pápa, mint a kommunikáció vagy a fake news jelenség. Erről is választottam egy nagyon izgalmas idézetet, föl is olvasom, amíg a kollégám megtalálja. Azt hiszem, át kell szakítanunk a szorongás ördögi körét, és gátat kell szabnunk a félelem spiráljának, amely annak a megszokásnak a gyümölcse, hogy figyelmünket a rossz hírekre, háborúkra, terrorizmusra, botrányokra és az emberi életben előforduló mindenféle kudarcra összpontosítjuk. Természetesen nem arról van szó, hogy erősítjük azt a félretájékoztatást, amely nem vesz tudomást a szenvedés drámájáról, és nem is arról, hogy naív optimizmusba essünk, amely nem engedi, hogy megrendítse a gonosz botrányát. Ezzel szemben azt szeretném, hogy mindannyian lépjünk túl a rossz kedvérzésén és a beletörődésen, mely gyakran elfog és fásultságba taszít bennünket, félelmeket ébreszt, vagy azt a benyomást kelti, hogy a gonosznak nem lehet határt szabni. Egy olyan kommunikációs rendszerben, amelyben az a logika uralkodik, hogy a jó hír nem kelendő, tehát nem is hír, amelyben a fájdalom drámájából és a gonosz misztériumából oly könnyen látványosságot csinálnak. Egyébként is beleeshetünk abba a kísértésbe, hogy elaltassuk lelkiismeretünket, vagy csüggedésbe essünk. Hát ez most a járvány idején különösen aktuális, amikor az ember megnézi a közösségi médiát,
kizárólag a rossz híreket látja zömmel, miközben azt is elmondhatjuk, hogy 100 évvel ezelőtt egy hasonló járványban, a spanyol nátában 10 milliók haltak meg a világon, Európában is, többen, mint a világháborúban összesen, és ma tulajdonképpen a globális együttműködésnek és az orvostudománynak hála, ennél sokkal kevesebb az áldozat, és talán sokkal gyorsabban várhatunk megoldást is. A mai egyház, és különösen Ferenc pápa számára a modern kommunikáció mennyire fontos, mennyire veszi igénybe? Óriási felelőssége van a médiának. Ezt mindnyájan tapasztaljuk. Az újságírás, mert ugye Ferenc pápa erről beszél ennek a témának a kapcsán, hogy a jó hír is legyen hír. Tulajdonképpen ez egy olyan szomorú lélektani tünet, hogy hol van az inger küszöb, amire fölkapjuk végre a fejünket, amelyik egy kicsit kijózanít, amin elkezdünk gondolkozni. Tehát azt mondja a Ferenc pápa, hogy egy beteg világ, ez amelyik csak a szenzációt hajszolja. Hát megint azt hiszem, hogy jó lenne visszatérni a szelíd hanghoz, a gyógyító hanghoz, a bátorító hanghoz, és hogy igen, legyen a jó hír és hír. Azért nagyon örülök, hogy most ebben a járványos időben azért megüti a fülünket, rádióban is, televízióban is, egy-egy beszámoló az orvosok helytállásáról, egyáltalán az egészségügyben dolgozóknak a hősiességéről, na de a mindennap életünket biztosító emberekről, a bolti eladóktól kezdve a rendőrökön át, tényleg a közlekedés biztosító munkatársakig. Olyan kedves, amikor, hát ezek tényleg apró hírek, hogy most ebben a karanténos időben a fiatalok bevásárolnak az idősebbeknek, tudomásul veszik, hogy most szükség van rájuk, meglátogatnak magányos embereket. És hát én nagyon bízom benne, hogy talán egy kicsit érzékenyebbé válik a lelkünk, és meghalljuk a szegényeknek a jajkiáltását is, és azokat a jó híreket, jó példákat, ahol önzetlenül valakik az ő segítségükre sietnek. Bízom benne. Pont erre vonatkozik a következő idézet, amit hát nagyon sok idézetet lehetne a szegénység kapcsán választani Ferenc pápától, én egy rövidebbet idéznék most. Az tehát a feladatunk, hogy kinyújtsuk kezünket a szegények felé, találkozzunk velük, nézzünk a szemükbe, öleljük meg őket, és éreztessük velük a szeretet melegét, amely megtöri a magányt. Felénk nyújtott kezük meghívás is, hogy lépjünk ki saját biztonságunkból és kényelmünkből, és ismerjük fel azt az értéket, amelyet a szegénység magában hordoz. De ez most is különösen aktuális, hiszen vannak új szabályok, amiket igyekszünk betartani, de hát hogyan mosson kezet például az, akinél nincsen folyóvíz, vagy hogyan vegyen részt a digitális oktatásban, ha nem, hogy számítógép, de talán még áram sincsen. Erről ön bőven tud példákat hozni, hiszen beszéltünk az alapítványáról. Ilyenkor a legelesettebbekre kell figyelnünk, és a pápa nem is mulaszt el egy lehetőséget sem, hogy ne emelje fel a szavát mellettük. Nem is tudok erről mit kérdezni, inkább azt kérem, hogy kommentálja ezt az idézetet. Hát most a húsvét előtti napokban felidéztük a Szentírásból Jézus utolsó napjainak az eseményeit. És hát ott van az egyik kedves kis történet, hogy a barátainál vendégeskedik Betániában Jézus, és ott hangzik el ez a mondat, hogy szegények mindig lesznek veletek. Ferenc pápa most a közelmúltban is mondott egy ilyen mondatot, hogy a szegényekre ne úgy tekintsünk, mint problémára, hanem mint esélyre, ami nekünk ad esélyt, hogy emberré váljunk. És hát ezt egyértelművé teszi azzal, amikor összekapcsolja Jézus szavával, aki ezt így mondja a Máté evangéliumban, hogy
éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, befogadtatok, börtönbe meglátogattatok. Tehát Jézus azonosítja magát a szegény emberekkel, a hátrányos helyzetű emberekkel. Tehát ez az emberségünk ára. Én azt hiszem, hogy tényleg jó lenne hallgatni megint Ferenc pápára, és hát azt hiszem, hogy ebben a kötetben több idézetet is találhatunk, ki azt mondja, hogy ne csapjuk be magunkat azzal, hogy a mi komfortzónánkban nem találkozunk hajléktalannal, meg cigányemberrel, meg éhezővel. Tessék kimenni a perifériára. És hát én tényleg a szemükbe nézni azoknak, akik ma is Magyarországon olyan nyomorúságos körülmények között élnek, Nógrádba, vagy Borsodba, Varanyába, hát elsősorban a cigány emberek, ahol áram sincs, víz sincs. És tényleg olyan nagy dolog lenne, ha egy kicsit lemondanánk a mi luxus igényeinkről, még szoktam mondani, a nagy külföldi utazásoknak is talán már elmúlt az ideje. Nem ez az emberség jövője, hanem tessék meglátogatni otthonában a szegényeket. A bajba jutottak mellé odaállni, fölkarolni egy-egy családot. Ezt olyan régóta mondogatom én is Ferenc pápa nyomán, hogy személyesen törődni, kitalálni a módját, hogy tudjuk a gyerekek oktatását segíteni, netán munkahelyet fölkutatni, szakképzésbe segíteni, egyáltalán az életvitelükben. Én nagyon bízom benne, hogy talán eljutnak ezek a gondolatok ma sokaknak a fülébe. Ezért is beszélgetünk. Ön idézte az előbb Máté evangéliumát, ennek van egy részmondata, amin sokat gondolkodtam. Ugye ez úgy szól, ez az idézet, hogy éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok, nem volt ruhám, és felruháztatok, és aztán utána az van, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. Tehát nem azt mondja, hogy meggyógyítottatok, az összes többiből ez következne, hanem, de nyilvánvalóan mindenki nem tud meggyógyítani, van, akit még az orvosok se tudnak, de hogy odafordulást ígér, azt, hogy odafigyel, hogy társaságot ígér, hogy lelki segítséget, talán most a járvány idején is ezek a legfontosabbak, hogy nem biztos, hogy mindent meg tudunk tenni, nem tudunk egészséget adni, momentán ezzel ellen a járvány ellen senki sem tud, de odafigyelni, odafordulni tudunk. Tulajdonképpen ez az egész könyv és a pápának a beszédei, írásai mindenről szólnak, hogy odafigyelni a rászorulókra, a betegekre, a menekültekre, az elesettekre, és mindenki másra. Igen. Tehát most megint a húsvéti ünnepekre szeretnék utalni, hogy próbáljuk fölfogni, ahogy szoktam mondani, felnőtté vált hittel, hogy Jézus Krisztus mit jelent nekünk. És a születésétől, Betlehemtől kezdve egészen a Golgotai keresztig minden arról szól, ha figyelmesen olvassuk az evangéliumot, hogy ő sorsközösséget vállal velünk. Egy lett közülünk a Teremtő Isten. Ezt próbáljuk valahogy megsejteni, fölfogni, hogy hát Jézus erre hív mindnyájunkat, erre ad nekünk példát, ugye például a lábmosással, amit Ferenc pápa is olyan sokszor szinte meghökkentő módon fölvállalt, hogy mások segítségére odaállni. Hát ez a jézusi példa. Hát, és tényleg azt hiszem, hogy ezzel szoktuk becsapni magunkat, hogy mindig eredményekben gondolkozunk, sikerekben. A csöndes szolidaritás. Hányszor megtapasztaltuk már azt, hogy egy beteglátogatásnál, egy idős ember ágyánál nem okosakat kell mondani, hanem vele lenni, fogni a kezét, bátorítani, vigasztalni, az ő nehéz helyzetével tényleg együtt érezni. Olyan szép ez a mi magyar szavunk, hogy együtt érezni. Valóban. Hát én azt hiszem, hogy ez a kulcs szó a szolidaritás.
idézte ezeket a jelképes lábmosásokat, és óriási vitát váltott ki, mert ez volt a leginkább megfogható jelképe, amikor egy menekültnek a lábát mosta meg Lampedusa szigetén a pápa a menekült válság idején. Az utolsó idézetet is ebben a tárgyban választottam, amikor azt írja a migráció kérdéséről. A közömbösség és a hallgatás bűnrészességhez vezet. Ha ebben a helyzetben csupán nézői vagyunk, ahogy sok ember meghal fulladástól, nélkülözéstől, erőszaktól, hajótöréstől, történjék ez kis vagy nagy mértékben, itt mindig tragédiáról van szó, még akkor is, ha csak egyetlen ember élet megy is veszendőbe. A migránsok a fivéreink és nővéreink, akik jobb életet keresnek. Olyan életet, amely mentes a szegénységtől, éhségtől, kizsákmányolástól, a föld gazdasági és egyéb erőforrásainak igazságtalan elosztásától, hiszen ezek az erőforrások mindenkit egyformán megilletnek. De a menekült válság idején kevesen szólaltak meg, őszintén szólva, a magyar történelmi egyházakból ilyen hangon a menekültek mellett. Ezért is volt üdítő példa, amikor ön személyesen vagy a pannonhalmi főapát mégiscsak megszólalt, mert sokan erőt tudtunk meríteni, hiszen a pápa véleményét hangoztatták. Azzal a kéréssel is fordult például a pápa a hívekhez és a jószándékú emberekhez, hogy mindenki karoljon fel egy menekültet. Valami ilyesmit ön is mondott a menekült válság idején, hogy egy legálisan hazánkba érkezett menekültről igyekezzünk gondoskodni. Mennyire nehéz akár a pápának, akár önnek olyan erkölcsi parancsokat vagy kéréseket megfogalmazni, amiről tudják, hogy ennyire megosztó lesz, amiről lehet tudni, hogy akár a hívek körében is sokan nem értenek egyet. Megint a mostani járványra gondolok, hogy tulajdonképpen ez a menekült válság, ugye jó 5 évvel ezelőtt ért el bennünket, talán most ebben a járványos időben egy kicsit másképpen beszélnénk. Most be vagyunk zárva. Valamelyik nap egy kedves barátom elmélkedett arról, hogy most tudjuk talán fölfogni, hogy mit élnek át ezek a menekültek, akik már évek óta be vannak zárva egy menekült táborba. Kilátástalan a helyzetük, reménytelen a helyzetük. Na most ugye Ferenc pápa és arra hív bennünket, hogy próbáljuk ezt a helyzetet úgy fölfogni, hogy mi is lehetnénk az ő helyükbe. Ezt nem mondhatjuk, hogy minket ez nem érdekel. Ezt mindig szoktam mondani, hogy az én életem alatt, hát elég öreg ember vagyok már, az én életem alatt 3-szorosára nőtt a föld lakossága. Ezt fölfogni nem tudjuk mi itt Európában, hogy ez mit jelent. És hát ahogy a pápa mondja, hogy milyen alapon mondjuk azt, hogy ők rossz helyen születtek, tehát nekik nincs joguk jobb életre vágyódni. Ezzel együtt a pápa is mondja, meg mi is mondjuk, hogy nem tudjuk még a megoldást. És ez egy világméretű probléma, ugyanúgy, mint most ez a járvány, de világméretű megoldást igényel. Tehát ezért kellene tényleg őszintén, félretéve minden egyéni érdeket keresni a megoldást. Igen, jó lenne, ha otthon maradhatnának, ez lenne a legnagyszerűbb. De akkor tényleg segíteni kéne, hogy legyen ivóvízük, legyen élelmük, legyen valamiféle reménységük az életre. Tehát ez is egy nagyon összetett kérdés, és itt is nagy türelemre lenne szükség, ne bántsuk egymást, és hát ugye ezek a címkézések, ezek nagyon bántottak, hogy Ferenc pápára is ráillesztették, hogy migráns simogató. Ez azt jelenti, hogy fogalmuk sincs ezeknek az embereknek, hogy miről beszélnek. Hát megint csak ez a járvány talán egy kicsit segít abban, hogy talán egy kicsit szerényebben fogunk gondolkozni, és szerényebben nyilatkozni ezekről a nagyon súlyos kérdésekről. A simogatás talán nem is olyan csúnya szó még, hogyha annak is szánják. Amikor Ferenc pápa szavait hallgatom, meg az önét is, eszembe jut egy kifejezés, amit Poszler György írt le, aki ott volt 1944-ben a kolozsvári templomban,
amikor Márton Áron tartotta a szentbeszédét, és kikelt a magyarországi zsidó törvények ellen, és azt írta az akkor még, hát szinte gyerek Poszler György, vagy később, mikor visszaemlékezett, hogy konokszelítséggel beszélt. Hogy ezt a konokszelítséget vélem mindig kihallani, amikor a pápát hallgatom, meg amikor ön beszél tulajdonképpen azt is. Ön ismeri személyesen is Ferenc pápát. Mi volt az első benyomása róla? Emberként milyen, akit mi csak pápaként ismerünk? Tehát sose felejtem el a bemutatkozását, ugye 2013-ban, amikor megválasztották, hogy sokan azt mondták, hogy hát így is tud egy pápa beszélni, ilyen közvetlenül, ilyen egyszerűen, hogy ilyen emberi módon. És hát azt hiszem, hogy akkor úgy nagyon sokan a szívünkbe fogadtuk ezt a tényleg nagyszerű embert, ezt a krisztusi hitből élő embert. És ő maradt ilyen. Most is, amikor néztem a televízió közvetítésébe, ahol egyedül ment végig az üres Szent Péter téren Rómába, az ő rossz beteg lábával, fél tüdejével, hogy mekkora lelke van ennek az embernek. És hát tényleg most ebben a járványos időben is a lelkiismeretünk megszólalása. Igen, konokszelítséggel, nem bánt ő senkit, de következetesen mondja, hogy Jézus tanítását csak így tudjuk követni, ha mi elfogadjuk a testvéreinket, és észrevesszük a szenvedő testvéreinket. Hát én azt hiszem, hogy van üzenete mindnyájunk felé. Bőven rengeteg üzenete van a pápának, és ebben a könyvben talán nem csak a hívők találnak meg olyan üzeneteket, amelyek nekik szólnak, hanem mindenki más, aki nyitott ezekre az üzenetekre. Mielőtt elbúcsúznánk és megköszönném, hogy segítségünkre volt ennek a kötetnek a bemutatásában, még egy feladata van, megbeszéltük előre. Ebben a sorozatban arra szoktam kérni a beszélgető társaimat, hogy ajánljanak nekünk könyveket, hogy a karantén idején a négy fal között miket olvassunk, és úgy tudom, hogy 5 könyvvel készült főtisztelendő úr is, úgyhogy megkérem, hogy mesélj el, hogy melyek ezek. Hát szívesen. Ugye most ez a bezártság, ahogy beszéltünk is róla, mindnyájunknak lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit gondolkozzunk az életünkről, a világról, de alkalmat kaptunk arra, hogy olvassunk. Az egyik könyv, amit ajánlottam, ugye ez az emberiség története. Hát ez egy fantasztikus könyv, ami rádöbbent bennünket arra, hogy nincs olyan nap alatt. Az egész emberiség története sajnos a háborúkról, az ellentétekről szól. Olyan jó lenne ezt úgy végigolvasni nyugodtan. Vagy egy másik könyv, a bolygójogok. Tehát ez is egy olyan érdekes könyv, ami teljesen rímel Ferenc pápa környezetvédelemről szóló körlevelével. Ezeket a súlyos problémákat elemzi. Vagy egy másik, a Horváth Balázs professzor úrnak a könyve, az erkölcs és a civilizáció. Ugyanezeket a kérdéseket taglalja. Hát elég vastag, komoly könyv, de szembesít bennünket, hát tényleg az emberiség történeti folyamatában ezekkel az újra és újra megjelenő csapdákkal és kudarcokkal. De hát, hogy egy kicsit ugye a Bibliát emlegettem, hogy azt is olyan jó lenne most egy kicsit csöndesen, nyugodtan olvasni. De hát most a napokban került a kezembe a Mikszáth Kálmánnak egy kedves kis összeállítása, Valaki mindig lát. Ugye ebbe van a néhai báránynak az a kedves történet, amit gyerekkorunkból őrzünk. Vagy pedig, hát édesanyámtól örökölt kedves könyvem,
a Szent Ágoston vallomásai. Ez a csodálatos ember, Szent Ágoston, a saját korában, nem sokkal a római birodalomban a keresztény üldözések után rácsodálkozik a nagy összefüggésekre, a történelemre, a társadalmi folyamatokra. Mindig aktuális, és hát szóval mindenkit biztatok, de hát most a legújabb pedig itt van a Ferenc pápának a könyve, amit jó szívvel ajánlok mindenkinek, és én gondolom, hogy profitálhatunk, gazdagodhatunk az ő tanításából. Ez mindenképpen így van, és külön köszönöm a könyvajánlót. Nagyon-nagyon régen olvastam például Szent Ágostont, de van egy kedvenc idézetem, azt így a végén elmondom. Ha többé nem tisztelik az igazságot, vagy akár csak kicsit is csökken a becse, minden dolog kétségessé lesz. Most egy ilyen világban élünk, amikor jó odafigyelni az igazságra, akár a tudomány igazsága, akár pedig olyan erkölcsi igazságok, mint amiről ma is beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm főtisztelendő úrnak, hogy itt volt velünk, önöknek pedig, hogy követtek minket, és kérem, vegyék kézbe ezt a könyvet. Ferenc pápa megmondja, a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. Nagyon sokféle gondolatot találnak benne, meg talán válaszokat is a kérdéseikre. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Köszönöm szépen, és szívből ajánlom ezt a kötetet.